Sziasztok! Ez itt a Köztünk járnak, ahol sorozatgyilkosokról és egyéb rémtettek elkövetőiről beszélgetünk minden héten, kedden és szombaton. A mai esetünk nem fog másról szólni, mint Jerry Burdusról. Nem vagyok benne biztos, hogy a vezeték nevét így kell kiejteni, de Jerryként fogunk rá hivatkozni. Amennyiben láttátok a Mindhunter című sorozatot, akkor ismerős lesz, mert ő az egyik karakter benne. Ha nem láttátok azt a sorozatot, nézzétek meg, mert nagyon-nagyon jó, én nagyon szeretem. Mindjárt megmutatom nektek, hogy a sorozatban ő melyik figurát is játszotta. Tehát, hogy ő itt az igazi életben, Jerry, és a másik oldalon pedig látjátok, hogy a filmben melyik karaktert játszotta ő. Jerryről azt kell tudni, hogy 1939. január 31-én született az Amerikai Egyesült Államokban. Egy öccse volt, akit imádtak a szülei, Larry. Ugye Jerry és Larry egyébként a pszichológiában azt tanítják, hogy nem szerencsés, hogyha a gyerekeket ennyire hasonló néven nevezzük el. És hát azt tudjuk a történetből, hogy Jerry igazándiból egy véletlen gyermek volt, ezt a szülei nagyon nagy szeretettel hangoztatták is, hogy hát őt nem akarták igazándiból. Mindig nagyon jó ötlet ezt megmondani a gyereknek, szeretném ezt szarkasztikus módon megjegyezni. És hát tényleg az öccse az viszont egy várt és egy imádott gyerek volt, akiért nagyon oda voltak a szülei, és ezt nagyon-nagyon sok módon éreztették sajnos Jerryvel. Jerryvel nagyon kritikusak voltak, mindig csak kritizálták, mindig elhangoztak ezek a mondatok, hogy bezzeg az öcséd, miért nem tudsz olyan lenni, mint az öcséd, ezek nagyon káros mondatok, ilyeneket egyik szülőnek sem szabadna mondania, nagyon ridegek voltak vele, és érzelmileg bántalmazták és elhanyagolták. Ténylegesen elhanyagolták őt, tehát rengeteg feljegyzés van arról, hogy ő már egész pici gyerekkorában, 3-4-5 évesen egyedül játszik kint az utcán, és senki nem figyel rá, és senki nem vigyáz rá nagyjából. Az édesapja nagyon nehezen talált munkát Jerrynek, mert hogy állítólag dűkkitörései voltak a munkahelyén, és azért nem igazán szerették őt alkalmazni. És hát 5 éves, amikor Jerry elmesélései alapján kint játszott egyedül az utcán, és egy ilyen, hát ilyen szemét halmot találott valahol a környéken, és ott talál egy pár női magas sarkú cipőt, amin strasszok vannak, és hogy nagyon-nagyon megtetszik neki. Az édesanyja nem hordott ilyen cipőket, nem így öltözködött, nagyon konzervatívak voltak a szülei bizonyos szempontból, és ez az 5 éves kisfiú, Jerry fogja magát, és hazaviszi ezt a cipőt, és anyja meglátja a kezébe, és nagyon leteremti, hogy ilyet milyen nők hordanak, és hogy ilyen ebbe a házban nem kerül be, ilyen bűnös cipő, és hát üvöltözik egy-egy Jerry, és megtiltja neki azt, hogy ő a házba behozza. És hát persze egy 5 éves gyerekhez képest rendesen úgy dönt Jerry, hogy nem fogja ezt betartani, és mégiscsak meg fogja tartani ezt a cipőt, és szépen becsempézi a szobájába, és az ágya alá rejti. És hát ez a helyzet, hogy nem csak berejtette az ágya alá, hanem néha felvette ezt a cipőt, és járkált benne, mondjuk nem tudom, hogy egy 5 éves gyereknek egy női cipő mekkora lehet a lábán, de hogy így ezt így csinálta és élvezte, és egyszer az anyja rajta kapja, hogy ebbe a cipőbe ott a szobájából járkál, iszonyú dühös lesz, megrángatja őt az anyja, üvöltözik vele, majd fogja, lelögdösi a gyereket a lépcsőn ki az utcára a cipővel együtt, vagy hát nem az utcára, hanem a kertbe, és a kertbe tüzet rak, és rádobja ezt a cipőt, és ilyen szertartásos módon elégeti, és végignézeti Jerryvel, hogy ez a cipő ott elég. Rendkívül jó megoldás. Aztán amit még tudunk, hogy az utcában összebarátkozik egy nővel, Jerry, aki az édesanyjával egykorú, és ez a nő magányosan él, és ő az, aki picit is szeretetet és gondoskodást mutat Jerry felé, és aztán beteg lesz, súlyos beteg lesz, és egy évnyi ilyen szeretet és gondoskodás után, de végül ez a nő meg fog halni betegségben, és Jerry elveszti az egyetlen embert, aki valaha is szerette őt. Aztán utána talán még egy játszópajtást, egy lány, aki szintén meghal, és Jerrynek semmi köze hozzá se.
Tehát se a szomszédnő betegségéhez, se ennek a kislánynak a halálához semmi köze nem volt Jerrynek. Csak hogy lássuk azt, hogy 6 éves kisgyerek, és hogy már két nagyon komoly veszteségélménye lett, és hogy hát egyszerűen bárkihez elkezd kötődni, nőneműhöz, az meghal. Ezt tanulja meg gyerekkorában. Azért ez sem feltétlenül egy jó kezdet, valljuk meg. És hát az a helyzet, hogy ettől a két veszteségélménytől, ettől a két nagy gyásztól, egyszerűen hihetetlenül dühössé válik Jerry a világra, hogy neki milyen szülei vannak, hogy a testvére a kis kedvenc, ő hozzá képest ő egy senki, és hogy különben is két embert szeretett életében, mind a kettő meghalt, és így nő benne a düh. Az olyan igazi mérgező düh. 6 éves, amikor elköltöznek, és 6 éves korából vannak az első feljegyzések arról, hogy ő elkezdi nézni a nőket az utcán. Ez korainak számít azért mindenféleképpen egy fejlődés pszichológiai szempontból, hogy 6 évesen már nézegetni a nőket az utcán, és csak is kizárólag a magas sarkúban járó nőket, tehát hogy ez lett abszolút neki így a fixer ideája. Aztán van feljegyzés arról, hogy egy tanárnőjének a váltó magas sarkú cipőjét is ellopta, aztán visszaadta, de ebből végül nem csináltak nagy botrányt, és hál' az égnek nem szóltak a szüleinek, mert abból biztos, hogy probléma lett volna. Viszont a második osztályban ő megbukik, és hogy ennek az az oka, nem az az intelligenciájával van probléma, vagy a tanulási képességeivel, hanem egyszerűen annyit betegeskedett Jerry. Méghozzá olyan durva dolgok voltak, és ennek köze van szerintem az elhanyagolásához, szóval lett köröm kéz és láb fején a körmény gombásodás, ami aztán olyan szinten eldurvult, hogy meg kellett műteni. Aztán a lábát is többször meg kellett műteni, aztán pedig nagyon-nagyon erős migrén rohamjai voltak, de olyan erősek, hogy annyit hányt és erőlködött, hogy az egyik szemére a látásával gondok lettek, és hogy félig meddig megvakult az egyik szemére ettől a migrénes, hányós epizódoktól. Tehát neki tényleg ilyen súlyosabb, sok műtét, és ezek miatt aztán végül osztályt kellett ismételnie. És aztán Jerry tinédzser, amikor átjönnek hozzá vendégségbe, vagy hozzájuk vendégségbe, az ilyen szomszéd dok, ahol van egy Jerryvel egy idős fiú, és van egy nővére, egy lánytesója. És ez a lány nem érzi magát jól, és ott a vendégség közepén Jerry anya javasolja, hogy hát menjen fel a szobába, valamelyik szobába, és feküdjön le, hogy miért nem menjen haza, és ott feküdjön le, azt nem tudjuk, de mindegy, hogy menjen föl az egyik szobába. És így is tesz ez a lány, és elalszik, és Jerry utána lopakodik. És megpróbálja lehúzni a lábáról a cipőt. Ez az első olyan alkalom, ahol már nem csak a cipőkről van szó magában, hanem már, hogy egy nőn rajta van az a cipő. Megpróbálja lehúzni, nem sikerül neki, fölébred a lány, megkérdezi, hogy ugyan már mit csinálsz, de ebből sem lesz akkor a probléma, viszont elkezd átjárni ehhez a családhoz Jerry, és ezzel a fiúba jól van, és elkezdi ennek a tini lánynak a bugyjait és alsó nemét ellopkodni, és ez lesz az első ilyen eset, amikor ő fehér nemüket kezd el lopni, és ez a későbbiek folyamán szintén nagy hangsúlyt fog kapni. Egyébként azt állítja Jerry, hogy ő 10 évesen már nők elrablásáról álmodozott és fantáziált. Tiniként nem volt népszerű fiú, szemüveges volt, vöröshajú volt, ceplős volt, és nem számított túl vonzó fiúnak, és hát meg volt benne egy ilyen kis félénkség, esetlenség, szóval, hogy ő nem is volt ez a nagy dumás, csajozós fiú, és hát ez a kettő így együtt nem volt egy szerencsés kombináció, és akkor emellett ugye még a szülei mindent, ami szex és szexualitás mélységesen tiltottak, megvetettek, és azt kommunikálták, hogy az gusztustalan és undorító, ami nyilvánvalóan nem igaz, és hogy nem a legjobb üzenet egy fejlődő szervezet számára, hogy ilyen finoman fogalmazzak. És hát a következő ilyen eset, ami így feljegyzésre került, az az, hogy Jerry megtalálja a Larry szobájában az ő általa készített mesztelen nős rajzokat, mert rendes tini fiúként, akinek nem került a birtokába Playboy magazin, ő maga kezdett el női testeket rajzolni, és hát Jerrynek ez nagyon megtetszenek, ezek a mesztelen nős rajzok, és elviszi a szobájába, és persze ő nála bukik le, tehát hogy az anyja végül megtalálja, és hát égtelen haragra gerjed, és ami nagyon érdekes, hogy Jerry nem mondja meg, hogy ez nem az ő rajza. Meg se próbálja, mert tudja azt, hogy úgyse hinnének neki, és hogy Larry így is úgy is szent, és fölvállalja, hogy jó, akkor ezek az enyémek.
Ezért is megszégyenítette az édesanyja, és elkezdték bevezetni az apjával, de főleg az édesanyja volt itt a fő ludas, aki abszolút így gondolkodott, és ezt bevezette, hogy bármiféle szexualitásért, tehát mondjuk magaömlése van bármelyik fiúnak, és ő észreveszi az ágyneme ügyén, vagy talál olyan zsebkendőt, vagy alsónadrágon lát valami foltot, vagy bármit, ami szexualitás, vagy egy magazin, vagy egy rajz, vagy egy bármi, azért komoly büntetést kezdett el járni a fiúknak. Ez szintén kamasz fiúkkal és kamasz lányok szemben sem egy nagyon jó ötlet. Tehát ilyet nem szabad csinálni. Amikor valaki éppen a szexualitását fejezi fel, azt ilyen mértékben megszégyeníteni, megalázni és a bűn fogalmával összekapcsolni a szexualitást, ez nem okoz egészséges mentális állapotot senkinél. Szóval, hogy ezt nem szabadna csinálni felnőttként és szülőként. Na és hát el tudjátok képzelni, hogy a szexualitás és vágy milyen mértékben nőtt és fokozódott Jerryben, akinek semmilyen lehetősége nem volt ezt máshol kiélni, neki nem volt barátnője, mint említettem. És hát elkezd a szárítókötelekről fehér neműket ellopni, és 17 éves, amikor az első áldozatát szedi, őt még nem fogja megölni, be fog kopogtatni ott a környéken lakó egy nőhöz, és rendőrnek adja ki magát, azt mondja, hogy ő egy áruhás rendőr, 17 éves ekkor, tehát nagyon-nagyon fiatal. És ráveszi ezt a nőt, hogy menjen el hozzájuk. Végtelenül érdekes, hogy ezt hogy sikerül rávenni. És hát ez a nő bekopogtat hozzájuk akkor, amikor nincs otthon senki, és Jerry megjelenik maszkba és késsel a kezébe. És arra kényszeríti ezt a nőt, hogy fölmenjen a szobájába, és levetkőzzön, és aztán, hogy fényképeket készíthessen róla. És az a helyzet, hogy utána fogja magát, és amikor ez vele így készen van, hogy erről a nőről fényképeket készíthetett, kifut a házból, és leveszi a maszkot, és elrakja a kést, eldugja valahova a kést, és azt mondja, megérkezik utána a házba, és úgy tesz ennek a nőnek, vagy azt mutatja, minthogyha ő most érkezett volna meg, és hogy ő nem tudja, hogy miről van szó. Persze a nő nem volt teljesen bolond, tehát hogy felfogta azt, hogy ez ugyanaz, csak most eljátsza, hogy ő nem az, de annyira félt, mert hogy hát tudja, hogy hol lakom, tudja, hogy ki is volt nála, nem tudom, tehát hogy annyira megijedettől, hogy ez a fiú mire lenne még képes, hogy úgy gondolja, hogy ő ezt nem fogja jelenteni, és nem is tesz feljelentést a rendőrségen. Jerrynek 8 hónapig voltak elegek ezek a képek, hogy csak ezeket nézegetje, meg ezt az élményt újra és újra lejátsza magába, és utána fog elkezdeni egy újabb változatot keresni. És hát ez nem fog máskor történni, mint 1956-ban, amikor Jerry 17 éves. Felajánlja egy gimis társnőjének, hogy hazaviszi, és be is ül vele a kocsiba, de nem hazaviszi, hanem egy ilyen kietlen részre, és megpróbálja őt megtámadni, de ez a lány nem annyira hagyja magát, és ezért elkezdi őt verni. Csak hogy arra megy egy másik autó, és megmentik ezt a lányt, hát gyakorlatilag véresen kiesik ez a lány a kocsiból, tehát hogy nincs sok kérdés avval kapcsolatban, hogy Jerry jót akar-e, vagy nem, és beviszik a kórházba ezt a lányt, és jelentést is tesz, és el is kapják Jerryt, és lesz egy tárgyalás, ahol nem számomra érthetetlen okokból nagyon enyhén kezelik ezt az ügyet, úgy, hogy a rendőrök még házkutatást is tartanak, és megtalálják arról a nőről a mesztelen képeket, akit legelőször még 8 hónappal azelőtt elkezdett fenyegetni ezzel a késes sztorival. Megtalálják azokat a kis képeket, megtalálják az összes női fehér, nem üt minden, de mégis nagyon finoman kezelik ezt az ügyet, és úgy, mintha ez nem lenne egy nagy dolog, és összesen 8 hónapnyi pszichiátriai kezelésre fogják őt ítélni, még csak nem is börtönbüntetésre. Megvert egy nőt úgy, hogy véresen esett ki az autóból, és nem kap érte börtönbüntetést. Oké. És ebben a 8 hónapnyi pszichiátriai intézetben töltött idő alatt se úgy gondoljátok, hogy ez egy nagyon szigorú hely volt, napközben kijárhatott a gimiben, hogy folytathassa a tanulmányait. Szóval nem akarom mondani, de hogy az, hogy a nők elleni erőszak és fizikális vagy szexuális erőszak milyen mértékben van büntetve, ma az is nagyon nagy szégyen, de hogy régen mennyire volt büntetve, az is szégyen. És hogy a kettő között nincs akkora különbség, arra azért szeretném felhívni a figyelmet.
És aztán elvégzi a gimnáziumot, mert hát gyönyörű lehetőségek sorozatát kapja meg azt, arra, hogy ő ezt megtehesse. Fölveszik egy egyetemre is, hisz hát nem számít, hogy büntetett előéletű bizonyos szempontból. Jó, tudom, hogy a pszichiátriai kezelés az nem büntetett előéletű, de hogy mindegy. Oké, szóval felveszik az egyetemre, de ő nem szeret tanulni, és nagyon hamar kiderül, hogy az egyetem nem neki való. Utána csatlakozik a sereghez. Mindig nagyon szeretjük hallani, amikor a sorozatgyilkosok kiképzést kapnak. Az mindig nagyon jót tesz. Az a helyzet, hogy hallucinációi kezdődnek arról, hogy őt meglátogatja egy nő a barakba, és ezt elmondja ott a pszichiáternek, aki ezzel a lendülettel le is szerelteti egyébként Jerryt. És hát Jerry hazaköltözik, de nem költözik vissza a házba, hanem a kertben van egy kis ház, és oda fog ő beköltözni, és az lesz az ő kis birodalma. És hát az a helyzet, hogy Jerry nem fog dolgozni, és nem igazán értem, hogy a szülei így miért engedik ezt meg neki így a 20-as évei elején életerős férfiként, hogy ne dolgozzon semmit, de semmit nem dolgozik. Jerry otthon él, ugye számlákat nem kell fizetnie, kaját kap, és avval tölti a napjait, hogy nőket követ az utcán. Remek hobbi, nagyon. És hát nyilván milyen nőket, magas sarkúban közlekedő nőket kezd el követni. És egyik nap egy ilyen kis vadászata alkalmával lát egy piros ruhás, piros magas sarkus nőt, és elkezdi követni. De aznap nem elég neki a követés. Fogja, hátulról elkapja, elkezdi folytogatni, és amikor elveszti az eszméletét, akkor leveszi róla a cipőjét, és elszalad vele. És ezeket a cipőket kezdi el gyűjteni, és ezekkel a cipőkkel kezd el együtt aludni. És újra, és újra, és újra megteszi ezt. Itt még nem erőszakolja meg a nőket, és itt még nem öli meg őket, hanem gyakorlatilag az a célja, hogy elveszítsék az eszméletüket, és utána a cipőjüket elvehesse. Ezt játssza egy darabig, de aztán már ez se lesz elég. Aztán végül munkát szereznek neki nagy nehezen, egy ilyen rádióállomásnál, ilyen műszaki dolgokat kell neki csinálnia, és ott megismerkedik egy férfivel, aki úgy gondolja, hogy szervez neki egy randit. És hát ez ekkor 22 éves egyébként Jerry, és ez a lány, akivel neki randit szerveznek, nem más, mint Darcy. Darcy akkor 17 éves, és nagyon tetszik Jerrynek, és ő lesz az egyetlen olyan kapcsolat az életében egy nővel, amelyekben ő érzelmet is érez. Mert Darcy kedves, Darcy gondoskodó. Egyébként szerintem azt hozza őket nagyon össze, hogy Darcy családja nagyon nem szereti Jerryt, és Jerry családja sem örül Darcynak, és hogy ez így nagyon összekovácsolja őket, mint egy olyan tiltott szerelem, és ők azért fiatalok, és nem tudom. Úgyhogy gyorsan kitalálják, hogyha Darcy teherbe esik, akkor a szülők meg fogják engedni, hogy ők összeházasodjanak, és így is tesznek. Darcyval egyébként a feljegyzések és az elmesélések alapján jól bánt Jerry. Tehát szerette, virágot vitt neki, kedves volt vele, előzékeny volt, nem tudom, tehát minden ilyesmit. Voltak pár ilyen fura szabály, amit Darcy meg szívesen megtett, szóval, hogy ha két embernek ez tetszik, miért ne? Az volt a szabály, hogy Darcynek mesztelenül kellett otthon házi munkát végeznie, és főznie, és minden ilyesmit csinálnia, de ebben Darcynek nem volt gondja. Tehát, hogy ő ezt szívesen megtette, ő ezt ilyen izgalmas játéknak gondolta. Egyébként Jerry se hordott nagyon otthon ruhát, szóval, hogy ők ilyen kis nudistán gondolták, hogy élik az életüket, és sokan vannak így emberek, szóval, hogy mindenki azt csinál, amit szeretne, amíg ez nem probléma. És hát megszületett Megan, ő volt az első lányuk. És hát amikor Megan nőt cseperedett, akkor azért elkezdett igényelni arra, hogy talán ne mesztelenül járkáljanak ők a lakásba egész nap, és ennek nem nagyon örült Jerry. Egyébként Darcy és Jerry rengeteget költöztek, aztán megszületett nem olyan sokára a második gyermekük Jason, úgyhogy más már két kisgyermekük volt, sokszor elvesztette a munkáját Jerry, de ő azért úgy próbálkozott, szóval így éltek ők, sok költözéssel, sok mesztelenséggel, és most már két gyerekkel. De aztán Jason érkezése után egy-két évvel elkezdett a házasság megromlani, és főleg Darcy volt az, aki úgy eltávolodott érzelmileg és mindenhogyan Jerrytől, és Jerry ezt nagyon rosszul viselte.
Úgyhogy elkezdett megint bugyikat lopni, és azokat nem nagyon dugdosta el. Szerintem arra várt, hogy hát ha Darcyból ebben valami reakciót ki tud váltani, de semmi reakció nem érkezett. Aztán végül az egyik ilyen munkahelyén, erről van egy komoly feljegyzés, hogy áramütés éri Jerryt, és hogy azt mondják egyesek, hogy ez az áramütés aztán olyan agyi károsodást okozott a prefrontális kérgébe, ugye, ami a döntéshozatalért felelős kéreg, hogy ez volt az, ahol végül Jerry átkattant teljesen, és megszűnt minden gátló tényező, tehát eddig, amiről le tudta magát beszélni, és nem hagyott a kis impulzusainak, meg a kis vágyának, hogy miket is csináljon, az most teljesen megszűnt, és ezután a baleset és agyi károsodás után aztán elszabadul a pokol. Ugyanis ezután, az eset után, amikor felépül, kifigyel egy nőt megint csak napközben, és megnézi, hogy hova megy haza. És nem csak azt nézi meg, hogy hova megy haza, hanem megnézi, hogy melyik lakásba gyulladt fel a villany, innen fogja tudni, hogy hol lakik a nő, betör hozzá, elkezdi folytogatni, elkezdi bántalmazni, és úgy néz ki, mintha meghalt volna, de nem halt meg igazándiból a nő, és akkor megerőszakolja. És akkor jön arra rá Jerry, hogy őt igazándiból a nekrofília érdekli. Vagy hogy többek között az is a cipőkön és a fejjenemükön kívül, és hogy rájön arra, hogy hát akkor a nekrofíliának kéne ezen túl élni. Nem bölcs döntés. Elkezdett arról álmodozni, erről feljegyzései is vannak, hogy lesz egy hűtőháza, amiben csak is kizárólag női holttesteket tart, és hogy kénye kedve szerint használhatja majd ezeket a testeket. 1968. január 26-án Linda, a 19 éves Linda bekopogtat, ő enciklopédiákat árul, és ő fog bekopogtatni Jerryhez, hogy ő szeretne neki egyet eladni. És Jerry nagyon szívesen beengedi a családi házba, majd lekíséri Lindát a pincébe, mert hogy állítólag ott van neki az irodája, és ott leülteti Lindát, és elkezdi meghallgatni, hogy miket mond így az enciklopédiákról, és aztán úgy tesz, mintha valamit ott Linda mögött keresne, és fejbevágja hátulról. És aztán fogja magát, és megfojtja, tehát nem sokat teketóriázik, és elkezdi levetkőztetni, rápróbál fehér nemüket, az összeset, amit összelopkodott így az évek során, és megvan neki, azokat így rápróbálgatja Lindára, tehát mint egy ilyen babával játszik gyakorlatilag. Mindegyikről fényképet készít, hogy hogy néz ki abba az adott fehér neműbe, aztán nekrofíliát követel többszörösen. És aztán fogja magát, és berakja az autójába a testét, és egy hídra fogja vinni, egy ilyen kisebb fajta hídra, és onnan fogja az éjszaka közepén bedobni Linda testét a folyóba. A következő áldozata nem lesz más, mint Jane. Így néz ki Jane. Jane-nel egy parkolóba fog találkozni, és azt fogja neki mondani, hogy mutassa meg, kéz, vagy mondja el, hogy hogy kell masnit kötni, úgyhogy közben nem magyarázhat a kezével. És egyébként ez egy nagyon vicces játék lehet alapvetően, de végül aztán sajnos szegény Jane se fogja megkímélni, és ugyanúgy meg fogja folytani, aztán pedig nekrofíliát fog rajta elkövetni. Csak hogy Jane-t ebből a parkolóból, miután megöli és nekrofíliát követel, nem a folyóhoz viszi rögtön, hanem hazaviszi a garázsba, ahol egy kampóra fölakasztja, és ott megint nekrofíliát követel vele, levágja a fél mellét, ezt meg akarja őrizni egyfajta ilyen trófeaként, és utána fogja majd összecsomagolni és bedobni a folyóba a testét. A következő áldozat 1969-ben az akkor 18 éves Karen. Karen doktornak tanult, és orvos szeretett volna lenni, és annyit tudunk, hogy március 7-én találkozott volna az édesanyjával, és nem ment el arra a találkozóra. És Karennek nagyon jó módú a családja, és nagyon szerető családja van, és ők voltak azok, akik mindenáron meg akarták tanulni Karent, és ők nagyon nyomoztattak, és ők nem adták fel, és magánnyomozó, és nagyon sokszor látjuk ezekben az esetekben, hogy nagyon fontos, hogy legalább egy ilyen család legyen, akik
akik azt mondják, hogy nem érdekel bennünket, hogy mennyi idő, mennyi pénz, mennyi energia, de mi akkor is meg fogjuk találni a szerettünket. Egyébként később kiderült, hogy egy műfegyvert kezdett el használni, és így fogta el végül Kerent, hogy egy ilyen fegyvernek látszó műanyag gumipisztollyal, vagy nem tudom, műanyag pisztollyal fenyegette őt meg, azt mondta neki, hogy ha velem jössz, akkor minden rendben lesz, akkor életben hagylak. Nyilván nem így történt. Őt élve kényszerítette arra, hogy levetkőzzön és felpróbálja a fehér nemüket és fényképeket készítsen róla, és azt mondta, hogy ha végeztem veled, akkor utána elmehetsz, de ő pontosan tudta. Pontosan tudta Jerry, hogy ő nem akarja elengedni Kerent. Őt is megfojtotta, nekrofíliát követett el többszörösen, mind a két mellét levágta, és utána dobta bele a testét a folyóba ugyanarról a hídról. Egy hónappal később, 1969. áprilisában egy parkolóban az akkor 22 éves Sharon, akinek két gyereke volt ekkor egyébként, és őt is ugyanúgy megtámadja ebből a műfegyverrel, és gyere velem, és nem tudom, hogy csinál. Csak hogy Sharon nem hagyja magát. Sharon az a küzdős fajta, elkezd sikítani. Erre persze nyilván Jerry teljesen kétségbe esik, hogy most mi lesz, és megpróbálja valahogy őt elkapni, és Sharon teljes erejéből így ráharap a kezére, az alkarjára, de olyan erősen, hogy szájzárat is kap Sharon, és nem bírja lerázni magáról. Tehát Jerry most már azért küzd, hogy le tudja magáról rázni ezt a harapást, és végül aztán mind a ketten megszabadulnak egymástól, és Sharon bejelenti ezt az esetet. Úgyhogy ő egy igazi harcos, igazi küzdő, és ő bizony elmegy a rendőrségre mindenhova, és elmondja, és személy leírást ad, és dögöljön meg. Tehát ő tényleg nagyon keményen nyomja Sharon, úgyhogy innen is minden tiszteletem az övé. Aztán másnap megpróbál egy újabb áldozatot szerezni Jerry, ugyanis az önbizalma hihetetlen nagy csorbát esett, hogy mi az, hogy engem egy nő le tud győzni. Mi az, hogy én nem tudom véghez vinni a tervemet. Úgyhogy másnap megtámadja Glóriát, a 22 éves Glóriát, csak hogy Glória is elfut, el tud menekülni. Úgyhogy most már Jerry kezd nagyon kétségbe esni, hogy mi történik itt, hogy én még már áldozatokat se tudok szedni. És hát ekkor egy pláza parkolójába fogja megtalálni az akkor 22 éves Lindát. Linda éppen a fiújának vásárol ajándékot, születésnapi ajándékot, amikor összetalálkozik szerencsétlenségére Jerryvel, és hát Jerry rendőrnek adja ki magát, ugye ismerős történet, és beszállítja az autójába Lindát, és azt mondja, hogy beviszi őt a rendőrösre, mert hogy ki kell őt hallgatni valamilyen ügybe, ő egy áruhás rendőr. Csak hogy nem a rendőrösre megy, hanem hazaviszi a garázsba ezt a nőt, Lindát. Úgy, hogy otthon van a családja. Jó, állítólag nem hallottak semmilyen sikítást, és semmit nem hallott Darcy, erről majd fogunk később beszélgetni. És fogja magát, megkötözi, bekötözi a száját, fölakasztja erre a kampószerűségre, egy félig meddig, és fogja magát Jerry, és utána elmegy a családjával vacsorázni. Tehát tényleg, hogy az emberek mit meg nem engednek maguknak, tehát hogy mennyire önteltnek és arrogánsnak kell ehhez lenni, hogy te azt gondolod, hogy mindent megúszhatsz. A vacsorából hazaérkezve Jerry bemegy a garázsba, és felakasztja Lindát, és Linda végül így fog meghalni, nekrofíliát fog elkövetni, és elkezd kísérletezni Jerry avval, hogy mi történne akkor, hogyha áramot vezetne bele a holttestbe, hogy akkor mennyire rángatózik, vagy mit lehet csinálni egy női testtel halála után, és az árammal. Szintén nagyon kedves ötlet, de nem nagyon sikerül neki az, amit ő kigondol, hanem csak égési sérüléseket okoz, az meg annyira nem tetszik neki, úgyhogy végül ugyanúgy tünteti el az ő holttestét is, mint az összes többiét. Csak hogy a természet valahogy elkezd nekünk szerencsét hozni, és egy hét múlva a víz felszínre dobja Linda testét, és két hét múlva meg felszínre dobja Kerent testét. Úgyhogy két holttestet találnak meg ugyanazon a részen, és nagyon-nagyon hasonló elkövetési móddal, úgyhogy a rendőrök elkezdenek gyanakodni, hogy itt bizony sorozatgyilkosról van szó.
És méghozzá azért kezdenek el gyanakodni, mert hogy ugyanazzal a csomóval van összekötve a holttestek körül ez a szőnyeg, vagy micsoda, amiben ő beletekerte őket, meg hogy a megkötözés az nagyon hasonló, és hogy ez egy nagyon speciális csomó, amit a műszerészeknek, meg az ilyen elektrotechnikai műszerészeknek tanítanak meg állítólag. És az a helyzet, hogy 2 hétig próbálják a teljes környéket és a folyót átfésülni, hogy hátha találnak még holttest, de nem találják meg a többit sajnálatos módon, de mindegy, így is van már 2 holttest. És aztán 3 hét múlva találkozik Jerry egy nővel, randizik, és folyamatosan az előkerült női holttestekről mesél a randin ennek a nőnek, akinek ez nagyon gyanús lesz, és a randi után bemegy a rendőrségre és jelenti, és elmondja, hogy hogy néz ki, és elmondja, hogy hol találkozott vele, és elmondja azt, hogy miket mondogatott, megkérdezősködött, és hogy mennyit beszélt ezekről a női áldozatokról. És az a helyzet, hogy nagyon-nagyon-nagyon gyanússá válik a rendőröknek ez, és rábeszélik ezt a nőt, hogyha még egyszer elhívja őt Jerry randira, akkor menjen bele a randiba, de hívja föl őket, és ők oda fognak menni. És így is lesz, május 28-án találkozik vele, és oda hívják a rendőröket. És hát az a helyzet, hogy amikor oda mennek erre a randi helyszínre, ugye még nincs semmilyen bizonyítékuk Jerry ellen, úgyhogy igazándiból csak beszélgetnek vele, és nézik a reakcióját. És látják, hogy őrült módon elkezd menekülni a helyszínről, és nagyon ideges lesz, és meg akar ebből az egészből szabadulni. Úgyhogy áruhás rendőröket fognak ráállítani Jerryre, és az otthonát figyelni, hogy ugyan nézzék már, hogy mi történik. És 2 nap múlva Jerry összepakolja az egész családját, és elindulnak autóval az éjszaka közepén, hogy lelépnek. Végül a kanadai határ közelébe fogják őt letartóztatni, és a családját, és női alsónemű van egyébként Jerryn, amikor letartóztatják. Őt beviszik ugye a rendőrségre, de a családját elengedik, és ugye egyetlen egy telefonhívást engednek meg Jerrynek, és Jerry Darcy-t fogja hívni. És ebben a telefonhívásban nem kér más Jerry Darcy-tól, mint hogy menjen benne a garázsba, és bármit is találott, mindent égessen el. És hát az a helyzet, hogy Darcy bemegy a garázsba, és el is kezd mindent elégetni. És itt válik nekem gyanússá Darcy, hogy ő valamit kellett, hogy tudni. Tudjon. Tehát azt kizártnak tartom, hogy ő nem tudott semmiről, és bemegy egy garázsba, és megtalál nőkről fényképeket, akik vagy maguknál vannak a képen, vagy nincsenek maguknál, és még minden mást, és elkezdi őket nyugodt szívvel elégetni, és nem kérdezi meg magától, hogy ez vajon mi lehet. Úgyhogy nekem itt válik Darcy nagyon gyanúsá, hogy valószínűleg ő tudta, valószínűleg nem vagyok benne biztos, hogy mindent tudott, de valamit tuti, hogy tudott, és lehet, hogy ez egy hallgatólagos megegyezés volt igazán volt Jerry és Darcy között, hogy te mész, csinálsz, amit akarsz, engem legalább békén hagysz, hazaadod a pénzt, a gyerekeket neveljük együtt, és akkor ennyi az élet. Ennyi biztos volt köztük, hogy tudta-e, hogy ő ezekkel a nőkkel mit csinál valójában, hogy megöli őket, azt nem tudom. De hogy azt tudta, hogy Jerry valamit csinál, ami nem nagyon nincs rendben, az biztos. Hála az égnek, Darcynak nem sikerült mindent elégetnie, nagyon sok bizonyíték megmaradt, mert aztán a rendőrök kiérkeznek és tetten érik Darcyt, amint éppen próbálkozik a bizonyítékok megsemmisítésével, úgyhogy végül aztán tárgyalásra kerül a sor. Jerry ártatlannak vallja magát, eszem a kis szívét, ártatlannak vallja magát, de ezt hála az égnek se a bíróság, sem pedig az esküdtszék nem veszi komolyan. És végül is 3-szoros életfogytiglanra fogják őt ítélni a szabadulás lehetősége nélkül, és 3 gyilkosságért tudják elítélni, mert azokra van bizonyíték, ugye abból 2-nek van meg a holtteste, és 1-re még találnak annyi bizonyítékot, hogy ezért a 3 gyilkosságért tudják őt végül elítélni. Darcyt is megvádolják, bűnsegédlettel, de végül őt szabadlábra helyezik, és nem ítélik el, és ő neki is, és a gyerekeknek is új személyazonosságot biztosítanak, úgyhogy nem tudjuk, hogy milyen néven és hol élnek jelen pillanatban. A börtönben végzett ilyen elektrotechnikai munkákat a börtön számára, és ezért cserébe cipős magazinokat kért magának Jerry,
amiket megkapott, és hát gyakorlatilag ez olyan, mintha pornó magazint kért volna magának. Most erről lehet véleményünk, hogy egyetértünk-e abban, hogy ilyen üzletet lehet-e kötni egy rabbal, egy elitéttel, vagy nem. Én a nemre szavaznék egyébként, tehát a büntetés az legyen büntetés, tehát hogy ne adjunk neki ilyen kedvezményeket, az én véleményem szerint, de minden esetre így éldegélt a börtönbe Jerry. Végül 2006-ban, 67 éves korában fog meghalni májrákban a börtön falai között. Úgyhogy hát ez volt Jerry élete. Nagyon érdekes szerintem az ő személyiségfejlődése, az, hogy ő hogy lett azzá a szörnyeteggé, akivé vált. Nagyon érdekel most is a véleményetek. Vigyázzatok magatokra! Legyen nagyon-nagyon szép napotok! Sziasztok!